Érdekes helyzet ez. A lecserélt játékosnak van egy sárgája, és mehet zuhanyozni. Igaz, ha nem cserélik le, és kiállította volna a bíró, akkor is mehetne zuhanyozni idő előtt. Pogba. Matuidi. Helyzet. Beleáll a lövésbe. Benzema. Vajon mi lesz ebből? A franciák sokat és szívesen gyakorolják edzéseken a szögletet. Hát most élesben bizonyíthatnak. Benzema! Jól van, jól van! Ez be is mehetne! Sok gólt szerzett már szöglet után a francia válogatott. Nézzük, hogy most mi lesz. Ez meg a lőlap. Ebből is látszik, hogy a minőség néha többek. Varane! Benzema. Valbuena. Ebből gól születhet. Pompás mentés. Ez bizony gólhelyzet. És egyenlítenek a góllal. Ez a találat az egyenlítést jelenti számukra. Nagyszerűen kezeli le a labdát, és még egy gyors pillantásra is van ideje, mielőtt az alsó sarokba helyezi a labdát. Igen, igen, vadul hadakoznak a csapatok, csak támadnak és támadnak, nem sokat törődnek a védekezéssel. Szabadrúgás Franciaország csapata ellen. Benzema. Passz a szélen. Matuidi. A jobb oldal megjátszható. Újra nála alatt a szép szerelés. Marika. Valbuena. A jó szerelés, jutalma a labda. Benzema. Elvesztette a labdát. Pogba. Micsoda lehetőség! Ez kapusa javából. Kiélezett helyzetben, döntetlen állásnál, parádés védés. A második félidőben járunk, döntetlen az állás. Ez a csere sok mindent megváltoztathat, ha jól sikerül. A támadók és a kapus párharcát utóbbi nyerte. Hatalmas védéssel akadályozta meg, hogy az ellenfél vezetést szerezzen. A mérkőzés továbbra is kétesélyes. Debussy. Benzema. Matuidi. A labdát elveszítette, de az ellenfélése lett. Franciaország ellen ítél szabadrúgást a játékvezető. A képernyőn a szabálytalanságok. Leradírozza ma a támadókat. Ebből ilyen távolságból bármi is lehet. Ez itt.
Ezt a labdát ügyesen nyúlta le. Pardobással folytatódik a mérkőzés. Benzema. Valbuena. Jókor érkezik a védő, megakasztja a támadást a labdaszerzéssel. Némi csetepaté ott a labda körül. Még tovább. Itt a lehetőség. Jön egy bedobás. A cserék eddig csak melegítettek, egyikük most beáll. Az utolsó pillanatban remek védekezés. Benzema. Matuidi. Remek lefülelt passz, oda a gólveszélyes támadás. Szabad rúgás Franciaország javára. Pap helyzet a pályán, ezen próbál meg változtatni a mester egy cserével. Sziszokkó. Szépen szerezte vissza. A labdát elveszítette, de az ellenfélése lett. Vissza csente a labdát. Dübüsi. Rá akarja lőni onnét? Azt is megteheti. Íme a labda birtoklás, számokban kifejezve. Körülbelül ugyanannyit volt a labda, mint két félnél. Kabai. Ez a labda most nem tudjuk, hogy jól helyezkedett az élet. Már is ott van az ölében. Valbuena. Matuidi. És rálövi. A labda túljutott az alapvonalon. Francia szöglet. A mérkőzés új fordulatot vehet a cserejátékos bevetésével. Védett a kapus, de még játékban a labda. Matuidi. Benzema. Nem sikerült szerelni. Ez bizony gólhelyzet. Szó szerint rezeg a léc. Sziszokkó. A védőnél a labda, enyhület a nyomás a kapun. Ezt egy francia bedobhatja. Matuidi. Benzema. Bedobást végezhet el a francia válogatott. Látványos gól lett volna, ha bemegy, de azért én így sem panaszkodom. Jól teszed, többször is meg lehet ezt nézni szépen. Kabai. Kulcsfontos, micsoda lehetőség. Még nem változott az állás, továbbra is döntetlen, de rajta vannak az ügyön.
elveszíti a labdát, nagyon veszélyes a helyzet. Ezt egy francia bedobhatja. Sissoko. Matuidi. Valbuena. Sissoko. Micsoda zicser! Majdnem sikerült nekik megszerezni a vezetést. Az állás viszont még mindig döntetlen. Kis küzdelem az ellenféllel a labdáért. Kavai. Az állás egyelőre döntetlen, de néhány perc még hátra van, és ez alatt sok minden megtörténhet. Nem volt rossz szerelés, de nem tudja megtartani a labdát. Áll a játék, szabadrúgáshoz készülődnek. Lepattant róla a labda, és kiment. Kabai. Benzema. Még becsúszva sem tudják megállítani. Szabadrúgás Franciaország csapata ellen. Villan a sárga. A visszajátszás lerántotta a leplet, bizony nem a labdára ment. Jól látták a játékvezetők, nem volt szép szerelési kísérlet. Benzema. És aztán gól, erre már alig ha lesz válasz. Létfontosságú gól volt ez, nem csoda, ha ennyire örülnek neki. Ki gondolta volna, hogy így alakul? A döntetlen sokkal valószínűbbnek tűnt, nekik azonban más elképzelésük volt, és megszerezték a valószínűsíthetően győztes találatot. Igen-igen vadul hadakoznak a csapatok, csak támadnak és támadnak, nem sokat törődnek a védekezéssel. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. Benzema. Úgy néz ki, világgá megy a labda, kérem szépen. És ezzel megvan a végeredmény. 4-3. Mondhatnánk, hogy így könnyű, de azért ez a győzelem minden szempontból teljesen jogos volt. Igen, ha az ellenfélnek lett volna önuralma, több eséllyel indulhatott volna ellenük. Ha tetszett, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra, jó éjszakát!